Sziasztok, Szandra vagyok, és üdv újra egy For Her Home vlogban. Valljátok be, hogy már nagyon vártátok. Ennek a mostani vlognak az az apropója, hogy végre felújítjuk a fürdőszobánkat, amit jelenlegi állapotában nagyon utálok, és nem véletlenül nem láttátok egyetlen egy For Her Home vlogban sem. Alig vártam már, hogy végre csináljunk vele valamit. Mi ketten fogjuk a férjemmel felújítani a fürdőszobánkat. Hogy mi az oka annak, hogy mit csináljuk? Hát nyilván egyrészt anyagi okai is vannak, nincsen polvázol a kerítés nálunk sem, de a másik nagyon fontos ok az az, hogy manapság burkolót találni gyakorlatilag lehetetlen, tehát ilyen 5-6 hónapokat kell várni rájuk, ami baromi sok. És ahhoz, hogy mi a fürdőszobát ugye fel tudjuk újítani, le kell például szerelni az a radiátort. Azt viszont csak akkor tudjuk leszerelni, hogyha az egész házban leengedik a meleg vizet. Viszont 3 héttel ezelőtt megtudtuk, hogy most nyáron 2 hétre leengedik a rendszerből a meleg vizet, tehát ez alatt az időszak alatt pont meg tudjuk csinálni a fürdőszoba felújítást. Valószínűleg, hogyha felhívtunk volna 3 héttel ezelőtt egy burkolót, hogy meg tudnál csinálni a fürdőszobánkat most, akkor szerintem körberhögött volna minket teljesen jogosan. Úgyhogy úgy döntöttük, hogy mi fogjuk megcsinálni, ami konkrétan azt takarja, hogy rácsempézünk a meglévő csempére, illetve a járólapra pedig egy vízálló vinilpadlót fogunk ráragasztani. Hogy mi az oka annak, hogy felújítjuk a fürdőszobát, hát de leginkább az, hogy utálom abban a formájában, ahogyan most kinéz. Ennek több oka is van, az egyik az ott látható, az a mintázat a csempén, amitől konkrétan kivagyok. Lehet, hogy valakinek tetszik, de nekem nagyon nem a stílusom. A férjem úgy volt vele, hogy neki igazából tök mindegy. Nem azt mondom, hogy tetszett neki, de annyira nem is zavarta, mint engem. A másik ok az a zuhanyzó, amit igazából nem tudunk funkcionálisan használni, és nem tudunk zuhanyozni benne, ugyanis az előző tulaj nem jól csináltatta meg, azt hiszem kiadta a vízzáró réteget, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nem tudunk zuhanyozni, de igazából itt van a kád, amiben viszont tudunk, szóval engem annyira nem zavar, hogyha ez a zuhanyzó így ebben a formájában megszűnik. Ja, és a másik meg az, hogy a zuhanyzónak, mint láthatjátok, másmilyen a burkolata, mint a fürdőszoba többi részének, nekem ez is egy kicsit fura. Bár egyébként, hogyha az egész fürdőszoba mondjuk ezzel a mozaikossal lenne kirakva, az sokkal kevésbé zavarna. De mivel nem, így az egészet egységesre fogjuk hozni, és fehér metrócsempével fogjuk kicsempézni a fürdőszobát, és ilyen világos szürke fugrát vettünk hozzá. És a harmadik ok, ami miatt nagyon utálom a fürdőszobát, az a mosdó, illetve a tárolóhely hiánya, mert hogy ez egy nagyon pici fürdőszoba, de a mosdószekrény még ehhez képest is picike. Most már nem tudom megmutatni, mert leszereltük, de majd teszek be ilyen vágóképeket még az eredeti állapotról. Szóval egy nagyobb mosdószekrényt fogunk venni, meg a mosdót is lecseréljük egy nagyobbra, mert hogy az is nagyon picike, meg a csap is nagyon picike, alig fér be alá a kezem. Illetve a falon egy szimpla tükör volt, nem volt rajta semmi polc, meg semmi ilyesmi, azt is szeretnénk lecserélni egy tükrös szekrényre, hogy ott is legyen több tárolóhely, illetve a zuhanyzóba pedig be fogok állítani egy mosógép szekrényt, legalábbis az IKEA-ban hivatalosan ezen a néven fut. Viszont nekünk a mosógép az a tárolóhelyiségben van, úgyhogy szerencsére az nem foglal helyet a fürdőszobában, így ennek a mosógép szekrénynek az aljába majd a szennyes talpot fogom berakni, ami egyébként is itt volt az elmúlt időszakban. Úgyhogy ki lesz használva ez a zuhanyzó rész, meg hát lesz plusz tárolóhelyünk is, amit már nagyon-nagyon várok. Ma vasárnap van, mondjuk úgy, hogy ez a nulladik nap, mert ez nem egy teljes nap, ma vittük el a gyerekeket anyukámékhoz, és akkor hétfő meg kedd áll még rendelkezésünkre. Szerdán ugyanis a férjem elutazik zenélni egy fesztiválra, és csak pénteken jön majd meg, de péntek este már megint dolgozik, szóval igazából a munka nagy részét azt be kell fejeznünk kedden. Kérem, tegyék meg tétjeiket, hogy ez nagyon sikerülni fog-e nekünk. Így a nulladik napon igazából leszereltünk már mindent, amit le lehet szerelni, innen leszettük a tükröt, az előbb a mosdót, ezt a radiátort ugye majd csak holnap tudjuk leszedni, onnan leszedtük a zuhanycsövet, ja és még azt is le kell majd szednünk. De ha mindent leszedtünk, amit le lehet szedni, akkor le fogom takarítani az egész falfelületet,
illetve a járólapot is. És amit ma mindenféleképpen meg kellene csinálnunk, az az, hogy lekenjük a csempét egy ilyen alapozóval tulajdonképpen, ami segíti majd a tapadást, hogy holnap igazából már tényleg csak csempészünk kelljen, illetve szeretnénk még a járólapot is megcsinálni. Hát ezt most megmutatom nektek, de igazából itt már teljes káosz van. Úgyhogy szeretnénk azt is ma megcsinálni, amihez igazából az kell, hogy feltakarítunk, lekenjük a ragasztót, és rátesszük ezt a... Hát igazából ez egy vízálló vinilpadló, ez a neve, ezt lehet vizes helyiségbe is tenni, és mi egy ilyen világos szürke, betonhatású vízálló vinilpadlót választottunk, ami remélhetőleg jól fog majd mutatni a fehér metrócsempével, és úristen, alig várom arra, hogy eltűnjenek ezek a virágok innen, de komolyan, tehát ennél, ami most van, csak szebb lehet. Szurkoljatok nagyon, tényleg! Nagyon izgulunk, nyilván soha nem csináltunk még ilyet, és nyilván jönni fognak majd a burkolók ide a videóm alá, és mindenféle cifra árkokat szórnak majd ránk, hogy mennyi eszünk van, hogy ezt mi magunk csináljuk meg. De hát a kényszer nagy úr, ez van, kérem szépen, megpróbálkozunk vele mi magunk, és imádkozunk, hogy vállalható legyen a végeredmény. De ennél biztos, hogy vállalhatóbb lesz, azt tuti. Mi? Semmi. Még mi? Csak most mondom, hogy 7:30 van, és úgy állunk, hogy nem jól állunk. Letakarítottam mindent. Drága férjem küzdött azzal a csap megszüntetéssel, és hogyha azzal megvagyunk, akkor pedig fölkenjük az alapozót a csempére? Igen, most kötésjavító otthon, tapadásjavító, igen, tapadásjavító, azt fogjuk fölkenni, és hogyha az megvan, és még élünk, akkor lerakjuk a vízálló, milyennek a neve, vízálló vinilpadlót, igen. És enni is kéne valamit lassan, kicsit így éhes vagyok, te nem? Há, nem. A drága férjem, figyeljetek, annyira cuki, elvágta az ujját, de csak azért mondom, hogy cuki, mert én itt a snitzerrel kapargattam le ilyen szilikon darabokat, és így mondja nekem, hogy figyelj oda, hogy elvált az ujjadat, erre 5 perc múlva ő elvágta az ujjadat. Mit látok? Ja? Mit látok? Nem látok semmit, nem folyik. Mondd, hogy sikerült. Ha sikerült, kapsz enni. De csak akkor. Kiváló, egy kiváló vasárnap este. Ilyen egy igazi, igazi feleség, igaz? Nem folyik, nem? Nem. Halleluja! Yes! Akkor mehetünk enni! Milyen szolid keverő van, nem? Teljesen professzionális. Hát így végmelyebb van, nem? Hát kicsi hormótlan. Ez a tapadás segítő, amit fel fogunk kenni első lépésként, és ezt hagyjuk majd száradni, és akkor holnap erre tudunk rácsempézni. Ez sűrű. Én is. Elég folyó, de mondjuk valamivel egy hengerre viszik fel azért. Akkor nem lehet azért olyan nagyon sűrű. Na nézzük ezt a tapadós cuccot. Mire gondolsz most, Palcsi? Valahogy nem tudom, hogy ennek hogy kell kinézni. Hát, valahogy így. Na, este 10 óra van, és úgy állunk, hogy lekentük mindenhol a csempét ezzel a tapadásképző cuccal, vagyis hát ott még nem, mert ugye holnap délelőtt tudjuk majd levenni a, bocsánat, a radiátort, és akkor ott lekenjük mögötte. A
csapot szándékosan nem vettük ott le, de lefogjuk majd holnap. Most még gyorsabb át vagyok csinálni a padlót. A férjem már elkezdte tervezgetni, hogy hogy legyen ilyen szürke betonhatású, vagy nem is tudom, mi akar ez lenni, mindegy. Szóval ezt szerintem most még megcsináljuk, mert ezt viszonylag halkan meg lehet még este 10-kor is, tehát nem fogunk kopácsolni, meg nagyon idegesítőek lenni, ugye? Nem. Az ellentmondás, hogy amit nem tudunk, hogy mind a két anyagot be kell ragasztózni. Igen, mert az egyik ezt kérek, másik kérek azt. Igen, mert a vinilpadlónak a használati utasításán az áll, hogy az aljzatot kenjük le ragasztóval, a ragasztónak a használati utasításán pedig az áll, hogy az aljzatot is, meg a vinilpadlót is le kell kenni, és a lekerés után várni kell 10-15 percet, és csak utána lehet elrakni. A padlónak a használati utasításában azt írták, hogy tarts be azt, ami a ragasztón, és szerintem azt csinálják, ami a ragasztón van. Mind a kettőt be kell kenni. Igen. Mindjárt éjfél lesz, de már a finishben vagyunk. Palcsi lekente a felragasztandó, kimért, levágott vinilpadló darabokat. És most pedig kenint a járólapot, mert hogy mindkét felét le kell kenni. Várni kell 10-15 percet, és utána lehet ráragasztani ezeket, és utána készen vagyunk mára. Na hát, tulajdonképpen a padló kész van. Ezzel megszenvedtél. Meg. Szóval, hogy ez valami brutál ez a ragasztó. Szóval ez tényleg olyan volt, hogy lerakta a lapot a padlóra a ragasztó felett, és az azon nyomban oda. Tehát, hogy ott nincs pádolni kicsit arrébb, igaz, nem, az oda ragad. Nem tud csúsztatni. Tehát nincs az, hogy jaj, egy picit még arrébb rakom, meg izé, nem, lerakod, az ott van. Na, ez a pillanatragasztó. Igen. Ez tényleg az. Ez tényleg pillanatragasztó. De azt gondolom, hogy azért egészen jól sikerült itt. Majd ott a széle el lesz intézve, meg itt lesz a burkolatváltó, meg hát majd ott lesz szőnyeg, meg mosdószekrény, meg tötörötörö, szóval, hogy ez szerintem így tökéletes lesz. Pláne, ha holnap kész lesz a csempe is. Hát ez mekkora büdös bogár? Ez a nagyon büdös bogár. Mindjárt lecsapom. Nagyon büdös bogár. Na, szóval, hogy már befejeztük, mindjárt fél egy van. Próbálj meg valamilyen módon letisztálkodni, amennyire lehet. Jelen körülményekhez képest. Na jó, holnap folytatjuk. Menjünk, amúgyunk. Ezt a büdös bogarat, ezt öljük még meg, mert... Büdös bogár, ott van az ajtó mögött, hogy nem mozgó. Hol? Így bevéde, bement, úgyhogy le kell csinálni valamivel. Szép jó reggelt kívánunk! Mondjuk annyira nincs már reggel, mert hogy 10 óra van. 6-kor már ébren voltam. Nem tudom, hogy miért egyébként. És nem bírtam... Mazoista vagy azért. Nem bírtam magammal, és 7-kor meg elmentem futni. Most voltunk az Oviban, mert vennünk kellett még néhány apróságot a csempézéshez. Most még azt várjuk, hogy ugye mikor engedik le a vizet, hogy le tudjuk szerelni a radiátort. Na mindegy, szóval megyünk és csempézünk. Ez lesz a mai program. Üdv innen a fürdőszoba felújítás második napjáról.
mutatom, hogy hogyan állunk jelenleg. Hát ugye az lett volna a terv, hogy tegnapra befejezzük a csempézést. Na most ez nem jött össze, ugyanis problémáink akadtak a radiátornak, meg annak a csaptelepnek a leszerelésével. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag elszüttyögtünk 2 órát, de egyébként nem annyira rossz a helyzet. Úgyhogy az most a terv, hogy most délelőtt befejezzük a hiányzó részeket, tehát ennek a két falnak a tetejét, illetve ezt a nagy falat itt, és utána elmegyünk az IKEA-ba megvenni a mosdót, mosdószekrényt, ja meg kell oda a kárthoz egy új csaptelepet venni, mert a régi az gyakorlatilag kuka, és akkor az IKEA-zás után meg elvileg elkezdünk fugázni. Igen, ez a terv. Nem fogjuk befejezni ma az egészet. Ugye a férjem holnap elmegy zenélni egy fesztiválra, és akkor visszajön pénteken. Péntek este még dolgozik. Én pedig vidéken leszek, ugye a gyerekek anyukáméknál vannak vidéken. Én holnap elmegyek oda, és akkor szombaton visszajövök, és felszereljük a felszerelnivalókat. Közben mutatom azért, hogy milyen fantasztikus állapotok uralkodnak itt nálunk. Itt a sok-sok csempe, itt a konyhában van a csemperagasztó keverő állomás. Úgyhogy neki is állunk keverni, és csináljuk, mert tényleg nagyon, nagyon dühösek vagyunk rá igazából, hogy tegnap ezzel a szereléssel elment 2 óra, de mindegy, nem tudunk mit csinálni. Mindig van valami váratlan esemény, hogyha az ember nekiáll valamit felújítani, de komolyan, legalábbis nálunk ez mindig így van. Egyébként annyira tetszik, úristen, olyan, mintha nem is a mi fürdőszobánk lenne. Reggel, amikor kijöttem a szobánkból, ugye itt pont szemben van a mi hálószobánk, és jöttem ki a szobánkból, és így meglátom a fürdőt, és így, úristen, ez, jaj, ez nem is a mi fürdőszobánk, pedig de, és annyira tetszik, hogy tök jó. És tök jó érzés, hogy mit csináljuk. Reméljük, tartós is lesz a munkánk, és nem fog 2 hónap múlva lepotyogni a csempe, de hát legjobb tudásunk szerint csináljuk ezt. Egyébként ezért nem nagyon magyarázgatok, hogy mit, hogyan csinálunk, mert most csináljuk először, tehát nem vagyunk szakemberek, nem vagyunk burkolók, tehát nem akarok ebből egy ilyen hogyan csempész tutorial videót csinálni, mert senkit nem szeretnék arra buzdítani, hogy saját maga csempészek ilyen fürdőszobáját, hogyha nem muszáj, de megoldható, szóval, hogy végülis egész jól megy ez nekünk. Úgyhogy nem is dumálok tovább, hanem nekiállunk, mert tényleg nem fogunk végezni. Nézzétek, mit találtam így a csemberakás közepette. Most mondjátok, hogy ez nem egy romantikus program, hogy az ember a férjével lecsempézi a fürdőszobát. Este 7:30 van, és végeztünk! Mármint a csempézéssel, a fugázásnak neki se tudtunk állni, úgyhogy az már biztos, hogy 2 részes lesz ez a fürdőszoba felújítós vlog, mert a maradékot, tehát a fugázást, meg a bútoroknak az összeszerelését és felszerelését, meg azt majd... Igen, hát igen, meg ilyen apróságban, szóval ezt majd szombaton és vasárnap fogjuk megcsinálni. Viszont most elmegyünk az IKEA-ba, hogy megvegyük a fürdőszobabútorokat, hogy azért már ne kelljen mászkálni hétvégén, ja meg kell a kárthoz egy új csaptelep, ja és eszünk is valamit, mert baromi éhesek vagyunk, és baromi fáradtak, és szeretnél mondani valamit? Innen szép nyerni. De figyelj, kérlek, mondj már valami olyat, amiért nem hiszik azt róla, hogy egy zsarnok vagyok, aki kitalálta, hogy zsarnok. Csak az én kényem kedvem miatt. Mindenki mindig azt kérdezi, hogy a férjednek is van azért valami beleszólása ezekbe a dolgokba, vagy mindenbe. Nem, én igazából itt egy ilyen rabszolga vagyok, akik néha megkorbácsolnak, meg itt volt a ketrecem egyébként régen. Persze, hogy van beleszólásom, hát. Nyilván, hogyha ő azt mondja, hogy már pedig én nem akarom megcsinálni a fürdőszobát, akkor nem csináltuk volna. Tehát nélküle, az ő segítsége nélkül nem tudtuk volna ezt
megcsinálni, szóval, hogy ez nem így működik, hogy én kitalálok valamit, a férjembe ugrik, hanem ezeket igenis megbeszéljük, és közösen döntjük el, és hát közösen így csináltuk meg. És több büszke vagyok magunkra, hogy milyen szépen kicsempésztük a fürdőszobát, de komolyan, most nézzétek meg, milyen szép lett. Na, most tényleg, hát most komolyan. Tökület egyébként a padló is, ami most még így le van terítve ilyen kis védő réteggel, hogy nehogy összekoszoljuk, vagy megsértsük, mert hogy ezt nagyon nem lehet egyébként megsérteni, meg mondjuk kb. Semmi nem látszódik rajta, akármi is történik vele, azért is választottunk ilyet. Na mindegy, menjünk az IKEA-ba, jól lettünk. Ilyen halok. Már látom a vacsorámat, nézzétek, azt fogom enni. Férjem azt mondta, hogy ne vlogoljam le, de akkor is levlogolom nektek, hogy mit eszem, mert imádom ezt a kaját. Lazacfilé, burgonyafilé, meg ilyen édes kömény. Azok nem az enyém, azt itt hagyta valaki, vagy nem tudom, hogy ez hogy került ide, nem is tudom, hogy mi az. Hova viszed? Ez enyém. Meg vagyunk, mehetünk haza. Hazajöttünk az IKEA-ból, és eléggé fáradtak vagyunk, úgyhogy én szerintem lassan elbúcsúzom és befejezem ezt a vlogot. Remélem, hogy azért tetszett nektek, és valamilyen szinten hasznosnak vagy érdekesnek találtátok. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy szerintetek milyen színű fürdőszobabútort vettünk az IKEA-ban. Ja, és hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen lesz a kész fürdőszoba, akkor mindenféleképpen tartsatok majd velünk ennek a fürdőszoba felújítós vlognak a második részében is. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!